Hallgatók a Nyíregyházi Egyetem egyik előadójában. A felvételek természetesen nem most készültek. Ilyen jelenettel már több mint egy hónapja nem lehet találkozni a Szabolcsi kampuszon, ahogy az ország egyik felső oktatási intézményében sem. Március közepe óta távoktatás keretében folyik a képzés. Az egyetem vezetése minden esetre továbbra is úgy készül, hogy a szokott időben be tudja fejezni a tanévet. Ennek megfelelően az eredeti időrenden sem változtatott, és a nyári záróvizsgákat is a megszokott időben tervezi lebonyolítani. Tehát június 17-e és 19-e között lesznek a záróvizsgák, és jelen helyzetben annyit tudok ezzel kapcsolatban elmondani, hogy az egyetem vezetése úgy döntött, hogy megtartja a záróvizsgát, a fenntartó ajánlásának megfelelően úgy, hogy bejönnek a hallgatók, de nagyon szigorú óvintézkedések mellett, tehát minden szabályt még, hogy úgy mondjam, többszörösen is betartunk, túlzottan is betartunk, semmiképpen ne történjen ez a záróvizsgázók egészségkárosodására, vagy ne okozza azt, tehát nagyon odafigyelünk erre. A rektor helyettes hozzátette, a helyzet így a záróvizsgák tervezett időpontja is bármikor változhat a koronavírus járvány alakulásának függvényében. Minya Károly az egykori úgynevezett beragadt diplomás hallgatókat érintő engedményről is beszélt. Ők mentességet kaptak a nyelvvizsga megszerzése alól. A Nyíregyházi Egyetem esetében ez több mint 3000 embert érint, akitől most rengeteg megkeresés érkezik az intézmény felé. Türelemre kérjük a volt hallgatóinkat, akik megkaphatják a nyelvvizsgamentességnek köszönhetően a diplomájukat, hogy a honlapon tájékozódjanak. Hiába hívnak bennünket telefonon, hiába írnak e-mailt, higgyék el, hogy ez egy óriási munka, nagy felkészülést igényel, és amint lehetséges, kiadjuk nekik a diplomájukat. Tehát hangsúlyozom, nagy-nagy tisztelettel és nyomatékosan kérjük a türelmüket. Az egyetem munkatársai most az oklevelek kiállításához szükséges adatok összegyűjtésén dolgoznak.